megint meghúzták a mezét Margrafnak ezúttal. Nem volt szabálytalan, ez viszont egy nagyon veszélyes helyzet, és meg is szerzi a Vasas a vezetést a 25. percben. Vékony Bence. Szépen jövünk előre, itt talán ki lehetett volna tenni a labdát, de Halászi jól kapja, megint a 16-oson belül Zicser, és azonnal megszerezzük a vezetést, gól! Halászi! Alig 40 másodperc elteltével harcosan betölt a Vasas 16-osának a baloldali harmadába, és kilőtte a hosszú sarkot. Hoppá! Közben Farkas Jeromos viszi át a labdát, átfűzi a kapust, és sajnos megszerzi a vezetést ismét a Vasas. Egy figyelmetlenségből ismét az ellenfélnél az előny. Ez bizony egy nagyon jó ütemben megszerzett labda. Halászi viszi be, Halászi nézheti meg a sarkot, egy bomba gól! Halászi! Hát ez egy gyönyörű találat volt. 2-2. A második gólját szerzi. Most a rugás, és éppen ott állt Gazdag Merse. Szerencsés momentum. De nem volt túl erős a lövés, amit Vecsei eresztett meg. Közben figyeljük, mert Tretter már középre passzol. Nagyon szép cselek. Egy lövés, és ott a gól! Kern Martin! 3 perccel a mérkőzés vége előtt. Egy villámgyors ellentámadás végén a csereként beállt 14-es számú Kern Martin 3-2-re módosítja az eredményt.